Jó estét kívánok! Önök a hírös híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradóban. Rangos díjakat osztottak ki ismét a Városnapja gálán, egyben Kecskemét fennállásának 650 éves jubileumára emlékeztek. Cseh, svéd és magyar pilóták repülnek közösen az MH-59-es számú Szentgyörgyi Dezső repülőbázison, a Lion Effort gyakorlaton. A város születésnapjának tiszteletére tartott a konferenciát Kecskemét értékeiről. Kecskemét jeles napjainak sorában minden esztendőben a legkiemelkedőbb október 2-a. Ez a város saját ünnepe, az úgynevezett Városnapja, amikor is nevének első említésére emlékezik a híres város, illetve ekkor díjakat is kiosztanak az arra legméltóbbaknak. Az idei rendezvény még különlegesebb, ugyanis idén 650 éves Kecskemét. Kecskemét jeles napjainak sorában minden esztendőben a legkiemelkedőbb október 2-a. Ez a város saját ünnepe, az úgynevezett Városnapja, amikor is nevének első említésére emlékezünk. Az idei rendezvény még különlegesebb, ugyanis most 650 éves a város. Nagy Lajos király korában ugyanis egy 1368. október 2. napján keltezett oklevél említi meg először Kecskemét nevét mezővárosként. Hagyomány a híres városban, hogy a legrangosabb önkormányzati díjakat a Városnapi gálán vehetik át az arra érdemesek. Idén is 6 elismerést osztottak ki. A Bozsó János díjat Szabó Pál festőművész, a Tóth László díjat Garaci János újságíró, a Kodály Zoltán díjat dr. Kéri Laura, a Kodály Intézet igazgatóhelyettese, a Kadaelek díjat Kis János evangélikus lelkész, a Katona József díjat a Katona József emlékház, a város kulcsát pedig Orosz István Kossuth díjas grafikus művész vehette át. A mai nap azonban nem csupán a díjátadások és a város 650. évfordulója miatt különleges, hanem a beszélő köntös díszbemutatójára is most kerül sor, amely épp a Kecskeméti Televízió adása alatt zajlik. Szente Vajk regény adaptációját pedig a színház szerelmesei számára október 5-én mutatják be. Cseh, svéd és magyar pilóták gyakorlatoznak Kecskeméten az 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison. A Lion Effort egyik legfontosabb célja, hogy nagy nemzetközi kötelékben komplex feladatokat hajtsanak végre a pilóták, tanulva egymástól. Egymás után szállnak le a Gripenek a kecskeméti repülőbázis kifutójára. Csak nem 40 pilóta, köztük a svéd és a cseh légierő katonái is, a magyarokkal repülnek a következő napokban. A Lion Effort elnevezésű gyakorlat a Gripent használó országok harcászati együttműködése, ahol szimulációs feladatokat hajtanak végre közösen a pilóták. A résztvevő katonák azt mondják, rengeteg tapasztalatot és hasznos tanácsot tudnak így megosztani egymással. Bár ugyanazt a repülőgépet vezetjük, különböző légierőknél szolgálunk, ahol eltérő hagyományok vannak. És minél többet tanulunk egymástól, annál jobbak leszünk. Vagyis ez egy remek lehetőség arra is, hogy barátokat szerezzünk, és arra is, hogy jobb pilótává váljunk. A pilóták gyakorolják egyebek mellett a NATO-ban alkalmazott támadó és védelmi műveleteket kis és nagyobb kötelékben is. A csehek a légterendészetben vannak otthon, ők arra koncentrálnak. A svédek már részt vettek több külföldi műveletben is, levegőföld feladatkörben is szerepeltek, külföldön például a líbiai bevetésnél, és megpróbálunk mindenhonnan egy-két dolgot átvenni, hogy mi is tudjuk hasznosítani akkor később. Az együttműködés fennállása óta már negyedik alkalommal adott hont hazánk a gyakorlatnak. A szervezők szerint azért van szükség a közös munkára, mert a technikai és a harcászati technológia is folyamatosan fejlődik. Új eszközöket tudtunk bevonni, beszélhetek akár a Link-16-osról, beszélhetek akár az új fegyverekről. Ezeket most 12 év után már másképp használjuk, tehát nagy előrelépés volt ebbe is. A többi ország szintén ugyanebben a cipőben jár, ők is megkapták a fejlesztéseket, tehát alapvetően van mit megosztani egymás között. A szeptember 24-e és október 4-e között zajló közös gyakorlaton a táj, a brazil és a dél-afrikai légierő megfigyelőként vesznek részt. A város születésnapjának tiszteletére tartott a konferenciát Kecskemét értékeiről. A városunk kincseit bemutató előadások egytől egyig a települési, vagy a nemzeti értéktárba bekerült büszkeségeinkkel foglalkoztak. Kodály módszer, a helpi tevékenysége,
Kecskemét szecessziós építészete és a kecskeméti szabjavívó hagyomány. Mind olyan kincsek, amelyek bekerültek a város helyi értéktárába. A Cifrapalota pálvás termében a Mindent a közösségről Kecskeméti Értékek napja címmel rendezett konferencián ezekről is hallhattak előadásokat az érdeklődők. A települési értéktár a Hungarikum törvény alapján jött létre Kecskeméten. Fő feladata, hogy összegyűjtse Kecskemét értékeit, Kecskemét kincseit. Mintegy 171 javaslat érkezett be eddig a bizottsághoz. A bizottság ebből 143 javaslatot el is fogadott. A szervező Nemzeti Művelődési Intézetnek és megyei irodáinak kiemelt célja, hogy a helyi értéktárakat gondozza. Olyan előadókat hívtunk, kértünk meg, akik helyi értékekről, helyi értékeinkről tartanak rövid előadást, rövid bemutatót, illetve hogy ezek a helyi értékek hogyan élnek a lakosság mindennapjaiban, mennyire tudatosulnak az emberek hétköznapjaiban, hogy ez nekünk igenis érték. Városunk értéktárában 94 darabbal a kulturális örökségek foglalnak el a legnagyobb helyet, de akadnak olyan értékeink, amelyek egyúttal hungarikumok is, mint az Univer Erős Pista vagy a Kodály módszer. A témában Erdei Péter Karnagy, a Kodály Intézet nyugalmazott intézményvezetője tartott előadást. Ez a téma éppen arról szól, hogy Kodály zenei nevelési elmélete miként vált világhírűvé, és miként lett nem csak hungarikum, hanem még azt megelőzően az UNESCO szervezetnek a legjobb gyakorlatok megőrzése, tehát a kulturális világörökség részeként való megőrzése. Fontos, hogy a települési értéktárba felvehető értéket bárki ajánlhat a megfelelő adatlap kitöltésével és indoklással, amit aztán a Települési Értéktárbizottság megvizsgál. Halálos kimenetelű baleset miatt kellett több órára lezárni az 54-es főút helvéciai szakaszát. A szerencsétlenségben három autó ütközött össze. Halálos áldozata és súlyos sérültje is van a karambolnak. Egy személy életét vesztette, míg egy ember súlyosan megsérült, amikor három személyi gépkocsi ütközött össze az 54-es főúton a Bácskiskun megyei Helvécia közelében. Kecskemét felé haladt egy Ford személygépjármű, amikor a szemből érkező Chevrolet áttért a szemközti sávba és összeütköztek. Ezután a Chevrolet továbbment és frontálisan összeütközött egy Mercedes-szel is. Az ütközésektől a Chevroletben egyedül utazó férfi beszorult autójába, őt csak a tűzoltók feszítővágó segítségével tudták kiemelni, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők már nem tudták megmenteni az életét. A Mercedes-t vezető nő súlyosan megsérült, őt kórházba szállították, a Fordot vezető férfi csak kisebb zúzódásokat szenvedett. A baleset miatt a főutat teljes szélességében lezárták. A baleset pontos okait még vizsgálják, az 54-es főút érintett szakaszán azonban 6 óra 40 perctől több órán keresztül útzár volt érvényben. Elstartoltak az országos könyvtári napok Kecskeméten. Idősek biztonsága az interneten is címen tartották meg a programsorozat első előadását a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban. Bűnmegelőzési tanácsokat kaptak a szépkorúak a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban ma délelőtt. Kezdetét vette ugyanis az Országos Könyvtári Napok programsorozat. Az idősek biztonsága az interneten is című előadásnak az volt a célja, hogy felhívják a figyelmet a valós és virtuális világ veszélyeire, illetve hogy hogyan lehet azokat egyszerűen elkerülni. Madari Róbert alezredes, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság munkatársa elmondta, jó látni, hogy az idősebb korosztály ilyen internetes tanfolyamok által is igyekszik megbarátkozni a virtuális világgal. Beszámolt megtörtént esetekről, amelyekből kiderült, főként vagyonelleni bűncselekmény áldozatául eshetnek az idősek. Megkereshetik őket szerencsejáték nyereményével kapcsolatban, vagy akár postás ellenőrként is. Az egyik legfontosabb dolog, hogy ismeretlen embereknek ne adjuk ki személyes és banki adatainkat, illetve válogassuk meg, kit engedünk az otthonunkba. Ha pedig hívás esetén lehetőség adódik rá, jegyezzük fel a telefonszámot, hogy segíthessük a rendőrség munkáját. Közel 100 kecskeméti nyugdíjas tett látogatást ma a parlament épületében az Idősek Világnapja alkalmából. A Kápolna utcán működő nyugdíjas klubok, vagyis a Jókai Klub, az Örökifja Klubja, a Hírösváros Idősek Klubja és a Pacsirta Klub tagjait a körzet önkormányzati képviselője Nemcsik Mátyás ajándékozta meg a busztúrával, amelyet egyéni képviselői keretéből finanszírozott.
Mint stábunk megtudta, a nyugdíjasok minden évben elmondhatják képviselőjüknek, milyen fejlesztéseket vagy programokat szeretnének a körzetben. A konzultáció eredményeképpen tavaly járda felújításra került sor, de a szépkorúak rendszeresen kapnak ajándékcsomagokat, főzéshez szükséges termékeket is a képviselőtől. Idén ezzel a túrával szeretett volna kedveskedni nekik. A parlamentben dr. Salac László országgyűlési képviselő fogadta a kecskeméti időseket, akiknek a helyszínen egy órás túravezetést tartottak. Nemcsik Mátyás képviselőtől pedig mindenki kapott egy emléklapot. Civil kutatók családjaik és szülőházaik történetét kutatták fel. A különleges projektet a Cédrusnet Kecskemét program a város fennállásának 650. évfordulója alkalmából indította. Szombaton két túrára is invitálták az érdeklődőket. Lelkes csapat járt a Kecskemét belvárosát körbe két alkalommal is szombaton. A Cédrusnet program keretében egy újabb sikeresen zárult program végeredményeként élvezhették a színes előadásokat a Mesélőváros túra résztvevői. Több mint 10 civil kutató munkájának köszönhetően a nevezetes épületekről az ott élők saját maguk meséltek a házakról és azok múltjáról egyaránt. Olyan értékek és ismeretek is előkerültek a kutatás során, amelyek lehet, hogy a levéltárban már nem is fellelhetőek. De ami a mindennapokban talán ennél is hasznosabb, korabeli recepteket is előkerítettek. Így a szemfüles túralátogatók akár a főzéshez is ihletet meríthetnek a jövőben. A Mesélőváros túrákat a jövőben több alkalommal is szeretnék a Cédrusnet program vezetői megszervezni, így érdemes az időpontokat a cédrusnet.hu weboldalon keresni. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, vagyis a SINOSZ közhasznú országos érdekvédelmi szervezetként a Magyarországon élő siketek és nagyothallók társadalmi beilleszkedésének előmozdításáért tevékenykedik. A szervezet 66. évfordulóját ünnepelték szombat délelőtt egy konferencián, ahol a tagok és a vezetők is jelen voltak. Lévai Jánosné képviselő köszöntötte az egybegyűlteket a SINOSZ rendezvényén, ahol elmondta, milyen példás a közösség összetartása, és kiemelte, milyen fontos a szeretet, hiszen egy ilyen szövetségben ez a legfőbb mozgatórugó, ahogy az életben is. Az Egyesület segíti a siketek és nagyothallók életminőségének javítását. Valós szükségleteken és igényeken alapulva ösztönzi az akadálymentesítési folyamatokat, közösségi szintereket és olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyel segítik a halláskárosultak mindennapjait. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Rangos díjakat osztottak ki ismét a Városnapja gálán, egyben Kecskemét fennállásának 650 éves jubileumára emlékeztek. Cseh, svéd és magyar pilóták repülnek közösen az MH-59-es számú Szentgyörgyi Dezső repülőbázison, a Lion Effort gyakorlaton. A város születésnapjának tiszteletére tartotta konferenciát Kecskemét értékeiről. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk Kiemelő című magazin műsorunkkal, melyben beszámolunk a Városnapja gáláról és ünnepség sorozatról. Vendégünkkel Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterrel Kecskemét elmúlt 650 éve mellett a jövőről is beszélgettünk ebből az apropóból. Megmutatjuk azt is, milyen, amikor Gripen pilóták nemzetközi gyakorlatokra készülnek, és nem lesz hiány ismerős arcokból sem. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A kecskeméti.tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Szerdán újabb hidegfront érinti térségünket, kisebb csapadék csak néhol fordulhat elő, a nyugati szél azonban élénknek, erősnek ígérkezik. Hajnalban 2-8, délután 18 fokot mérhetünk. Csütörtökön már kellemes őszi idő ígérkezik kevés felhővel, sok napsütéssel. Csapadék nem valószínű, az északnyugati szél csak néhol élénkülhet meg, a csúcs hőmérséklet 17 fok körül alakul. Pénteken országszerte szinte zavartalan lesz a napsütés. A csípős hajnal után délutánra 20 fok közelében melegedhet a levegő. A kellemes napos őszi idő előre láthatólag szombaton is ki fog tartani, pár fokkal még melegebb is lehet. Éve, 1893. október 2-án hunyt el Madarassy László, író, újságíró, tanár, ügyvéd. 1840-ben született. Középiskoláit Pesten, jogi tanulmányait Kecskeméten végezte. 1863-ban ügyvédi vizsgát tett, majd a Pest vármegyei törvényszéknél dolgozott, mint bíró. 1864-től a Kecskeméti Jogakadémián is tanított. 1868. október 3-ától az akkor induló Kecskeméti Lapok alapító szerkesztője lett. 1869. áprilisában Hornyik Jánossal való nézeteltérése miatt lemondott a szerkesztésről. Később a Kecskeméti Törvényszék ügyészeként dolgozott. 1881-ben Amerikába ment, ahol a legváltozatosabb munkákkal kereste kenyerét, volt kocsis, pincér, favágó, kígyóbűvölő. 1882-ben tért haza, alkalmi munkákból, illetve amerikai udirajzainak jövedelméből élt. Cikkeit több folyóirat, valamint különböző évkönyvek közölték. Költeményeket és színdarabokat is írt. Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinja. Mai adásunkban beszámolunk a Városnapja gáláról és ünnepségsorozatról. Vendégünkkel Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterrel Kecskemét elmúlt 650 éve mellett a jövőről is beszélgettünk ebből az apropóból. Megmutatjuk azt is, milyen, amikor Gripen-pilóták nemzetközi gyakorlatokra készülnek, és nem lesz hiány ismerős arcokból sem. Tartsanak velünk! Kecskemét város fennállásának 650. évfordulójáról emlékezzünk meg a 2018-as esztendő folyamán. Október 2-án született meg a hivatalos oklevél. Az ünnepség sorozatot a mai Városnapja gála koronázta meg, ahol átadták a legrangosabb önkormányzati díjakat is. Kecskemét életében minden esztendőben a legkiemelkedőbb nap október 2-a. Ekkor ünnepeljük a híres város fennállásának évfordulóját, idén a 650-et. 2018-ban számos alkalommal emlékeztünk meg az évfordulóról, az ünnepségsorozat megkoronázása pedig a mai Városnapja gála. A legrangosabb önkormányzati díjakat adták át ma. Szabó Pál festőművész az Ikon Tradíció, az Informál és a Festménykollás egyesítésével sajátosan új képi világot teremtett a kortárs festészetben. Gál József alpolgármester nyújtotta át számára a Bozsó János díjat, egyedi, magas szakmai színvonalon végzett képzőművészeti alkotó tevékenysége és oktató munkája elismeréseként. Én azt az értéket képviselem, felnőttem ezt a keresztény kultúrát, ezt az Európát, ezt a Magyarországot.
ezt a pedagógiát, ezt a pedagógiai örökséget, amit itt kaptam sok mesteremtől a Képzőművészeti Egyetemen, és itt is, és mindig is ezt próbáltam. Garaci János újságíró Antal Józsefet kivéve a rendszerváltás utáni magyar miniszterelnökök mindegyikével készített interjút. Ezt szeretem csinálni, ahol nem kell álhíreket gyártani, hanem a valóságról kell írni. És ez egyfajta szerelem, és ezt nagyon szívesen csinálom ma is, talán ez tart fiatalom. Kiemelkedő újságírói szakmai munkája, a helyi média fejlesztésében végzett elhivatott tevékenysége elismeréséül a közgyűlés Garaci János részére a Tóth László díjat adományozta, melyet dr. Homoki Tamás alpolgármester nyújtott át számára. Dr. Kéri Laura Zita már 4 évtizede munkatársa a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetnek. Az egyetemi évek után kiderült, hogy nem szeretnék tanítani, és Erdei Péter tanárról megkérdezte, hogy nem lenne kedvem az intézetben dolgozni, és aztán úgy alakult, hogy ez volt az első és az egyetlen munkahelyem. Dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő adta át számára a Kodály Zoltán díjat a Kecskeméti Kodály Intézet tevékenységében, a város zenekultúrájának fejlesztésében, nemzetközi elismertsége érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként. A jelenlegi formájában 1991 óta működő Katona József Emlékház aktív részese a katona élet műgondozásának. A közelmúltban elmúlt Tőkészki Lászlóhoz hasonlóan én is azt vallom, hogy bizonyos karriernél sokkal fontosabb talán az elhivatottan és hitelességgel végzett ismeretterjesztő munka, hiszen ez a legfontosabb feladatunk. Székelyné Körösi Ilonának, az intézmény vezetőjének, az Emlékház munkatársi közösségének több évtizedes, a katonakultuszt gondozó, terjesztő, elhivatott tudományos munkája elismeréseként a Katona József díjat adományozta a közgyűlés. A kitüntetést Mák Kornél alpolgármester nyújtotta át részére. Kis János evangélikus lelkész 1987 óta szolgál a kecskeméti evangélikus gyülekezetben. 1989 óta igazgató lelkészként. A technikusi végzettséggel jelentkeztem a teológiára. Életemnek meghatározó döntése volt akkor az az elhívás, amit egy mondatban úgy tudnék kifejezni, hogy lámpást nem azért gyújtanak, hogy az ágy alá tegyék, vagy a véka alá, hanem azért, hogy a gyertyatartóba tegyék. Dr. Salac László országgyűlési képviselő nyújtotta át számára a Kadaelek díjat. A közösségformálás a város polgárai általános jólétének növelése érdekében végzett szolgálatai elismeréséül. Orosz István Kossuth díjas grafikus művész Kecskeméten született. Mi grafikusok lehet, hogy egy picit zavar minket az, hogy csak egy pillantást vessenek a munkáinkra, aztán lépjenek tovább a következő képhez, és mindannyian próbálunk valami olyat kitalálni, amivel egy picit hosszabb ideig ott lehet tartani a nézőt a kép előtt. Jelenleg Ankarában készíti elő kiállítását, így kitüntetését testvére Orosz Andrea vette át Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestertől. A közgyűlés kiemelkedő művészi tevékenysége, városunk jó hírnevének öregbítése, nemzetközi elismertségének növelése érdekében végzett munkája elismeréseként a város kulcsa kitüntetést adományozta számára. A Városnapja ünneppel kapcsolatosan volt Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a vendégünk ma délután a stúdióban. Kozák Polett kolléganőm beszélgetett vele az eseményről, ezt láthatják most. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A nap vendége a város napján Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester. Jó estét kívánok, köszöntöm! Jó estét kívánok! Október 2-a ugye mindig, minden alkalommal jeles nap Kecskemét életében, különösen így van ez idén, hiszen 650 éve kelt az az oklevél, amelyben Kecskemétet már oppidumként, mezővárosként említik. Hogyan ünnepel a mai napon Kecskemét erről, a jeles évfordulóról, hogyan emlékezik meg a város? Igen, ez egy viszonylag hosszabb rendezvénynek az utolsó napja, a helyi termék ünnep. Gyakran több helyen szokásos, így az ősz elején, közepén, amikor végeztek a betakarítással, a mezőgazdasági munkával, akkor számba veszik a terményt, értékelik az előző évet, fölkészülnek a következő évre, és ilyenkor ilyen ünnepi hangulat is van, és ezzel összekötöttük a város 650 éves évfordulóját,
mezővárosként való említésének évfordulóját. Tehát ez a helyi termékünnep utolsó napja, és este a színházba egy ünnepi előadás keretében kitüntetéseket adunk át, illetve megnézzük a beszélőköntős Mikszát regényéből írt színpadi változatot. Milyen várakozással tekint a Szentevalk rendezésében színpadra kerülő a beszélőköntös musical elé? Igen, ez egy zenés darab lesz, egy musical, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy sikerül megfogni ezt a témát. A musical általában vidám témával foglalkozik, ugye a beszélőköntösről tudjuk, hogy nem feltétlenül vidám a vége. Érdekes, hogy ezt majd hogy fogják megoldani. Mindig van egy kis várakozás akkor, hogyha egy valamilyen eseményre kell egy színdarabot írni és színpadra állítani, hogy sikerül-e megfogni azt a hangulatot, amire gondolunk, de a művészi szabadság előtt majd fejet hajtunk, és majd értékeljük. Évről évre átadják a díjakat is ezen a napon. Milyen díjakat adnak át? Miért fontos ez a város életében a mai nap, október 2-a évről évre? A legrangosabb városi kitüntetéseket adjuk át. 4 évente díszpolgár, 4 évente tiszteletbeli polgár, 4 évente városkulcsa és 4 évente pro urbe díj. Most éppen a városkulcsán van a sor, tehát a városkulcsát átadjuk, illetve a legrangosabb egyéb kitüntetéseket, Bozsó János díj, Katona József díj, Kodály Zoltán díj, Kadelek díj. Azért a nézőknek el kell, hogy mondjam, hogy a Kecskeméti Televízió a városnapi díjátadás rögzítés a holnapi napon a műsorára fogja tűzni. A születésnapon mindig fontos, én azt gondolom, hogy egy kicsit arról is gondolkodjunk, hogy jelen esetben a város honnan indult 650 évvel ezelőtt, ugye mezővárosként, oppidumként említette éppen ez az oklevél. Hová jutott és milyen jövőképpen rendelkezik? Igen, indulni jóval korábban indult, hiszen 650 évvel ezelőtt az oklevél éppen arról tanúskodik, hogy itt már egy jelentős gazdasági potenciál van. Ráadásul néhány évvel később, néhány évtizeddel később vásártartási jogot is kapott Kecskemét. Ekkor már azt jelezte, hogy itt komoly kereskedelmi élet van, azt feltételezte, hogy komoly mezőgazdaság, és hát megjelent a céhesipar is. És Kecskemét kiemelkedett a környező települések közül. Hogy miért? Nyilván ebben szerepe lehetett a lakóinak a élni akarásában, a bölcsességében, az előrelátásában, hiszen valami oka csak van, hogy Kecskemét emelkedett ki, és nem a környező települések, amelyek némelyik elnéptelenedett, pusztává vált, vagy jelentéktelen település maradt. Milyen jövőképpen rendelkezik a város? Erről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, de azt gondolom, hogy a mai nap, a mai évforduló az ismét alkalmat ad arra, hogy erről beszéljünk. Nagyon sokáig egy meghatározott keretek között mozogtunk. A mezőgazdaság, a gyümölcstermelés, a szőlőtermesztés és a borkultúra határozta meg a város, illetve ezzel kapcsolatos élelmiszeripar határozta meg a város gazdaságát. Azonban egy bő 10 évvel ezelőtt megjelent a nehézipar és az autógyártás, és ez egy teljesen új távlatokat nyitott. Itt nagyon fontos nekünk, hogy megfelelő arányokat megtartsuk, tehát a régi értékeket megőrizve adjunk teret az új lehetőségeknek. Ezért is nagyon fontos például ez a helyi termékünnep, hiszen ráirányítja arra a figyelmet, hogy itt milyen komoly mezőgazdasági, élelmiszeripari kultúra van, és ne felejtsük el akkor, amikor közben már egy dübörgő gazdaság is megjelent. Ha mondjuk a város, nem tudom milyen táblatát nézzük, de 100 év múlva hol fog tartani Kecskemét? Hát ez nagyon nehéz. 100 évet előre ebben a világban, amikor, ha most 15 évvel ezelőtt megkérdez a szerkesztő azt, hogy 100 év múlva mi lesz, vagy 15 év múlva mi lesz, akkor nem biztos, hogy sokan megmondták volna, hogy ugye, tehát én azt gondolom, inkább egy 20-30 év az, amire felelősen lehet előre látni. És ebben a 20-30 évben azt látjuk, hogy a negyedik ipari forradalom beindul, a robotizáció megjelenik. Valószínűleg az a fajta munkaerő igény, ami most a városban megvan, és egy nagyon alacsony munkanélküliséget eredményezett, az azért változni fog, a robotizáció miatt kevesebb munkaerőre lesz szükség, viszont azok magasabb kvalifikált munkaerőnek kell, hogy legyenek, tehát nagyon sokat kell fektetni az oktatásba. Ezzel összhangban nyilván az egyetem fejlesztése is nagyon fontos, nem véletlenül, hogy polgármester asszonynak egyik fő programja volt, hogy a Kecskeméten egyetem legyen,
és a duális képzéssel kapcsolódjon a gazdasághoz, hiszen ez fog jelenteni egy fenntartható fejlődés. Úgy gondolom, hogy egy 25-30 éves távlatban ez a jövő, hogy utána mi van, azt én nem tudom. Arra majd az utódaink kitérnek. A polgármester úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és szép ünneplést kívánok a mai estére. Köszönöm. Cseh, svéd és magyar pilóták több nemzeti repülőharcászati gyakorlatot hajtanak végre az 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison. A Lion Effort egyik legfontosabb célja, hogy nagy nemzetközi kötelékben komplex feladatokat hajtsanak végre a pilóták, tanulva egymástól. Itt vagyunk Kecskeméten az 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison, ahol cseh, svéd és magyar repülők gyakorlatoznak. A kecskeméti laktanyágén jelen pillanatban is repülnek a pilóták a gripenekkel. Egyébként lehet látni és hallani is, hogy ezek a repülőgépek most fognak leszállni ide a földre. De arról, hogy mi is történik pontosan itt a repülőbázison, arról Ugrik Csaba dandártábornokot, a bázis parancsnokát kérdezem. Üdvözlöm, mint említettem, ez egy nemzetközi gyakorlat. Miért fontos, mi a célja ennek az úgynevezett Lion Effortnak? Üdvözlöm én is a kedves nézőket is. Alapvetően attól nemzetközi, hogy több nemzet vesz részt benne. Maga a gondolat arról, hogy a Gripen használó országok szervezzenek egy gyakorlatot, ez 2007 körül jött elő egy Gripen használó országok konferenciáján, és 2009-ben mi voltunk, Magyarország volt az első, aki megszervezhette ezt a Lion Effort gyakorlatot. Immár negyedik alkalommal tartjuk ezt a gyakorlatot, 3 éves periódusonként tartjuk. Mindig más ország szervezi a gyakorlatot. Ahogy mondtam, 2009-ben mi kezdtük a szervezést, 2012-ben Svédország adott otthont ennek a gyakorlatnak, 2015-ben Csehországba települhettünk, majd újra visszakerült 2018-ban Magyarországra. Feltehetjük a kérdést, hogy a többi Gripen használó ország, mint Tajföld vagy Dél-Afrika miért nem szervezi a gyakorlatot. Hát elég messze vannak tőlünk, és a logisztikai áttelepülés elég nagy kihívás elé állítana bennünket, ha oda kellene jelenleg települnünk. Úgyhogy alapvetően ezek az országok megfigyelővel vesznek részt ezen a gyakorlaton. Itt már csatlakozott Brazília is, csak hogy Dél-Amerikát is be tudjuk vonni ebbe a gyakorlatba. Ők lesznek a következő Gripen használó országok az elkövetkezendő időbe. Ők már megvették a repülőgépet, a leszállítás folyamatban van. Magyarország ezen a Gripen térképen hol helyezkedik el? Alapvetően, ahogy tudjuk, a Gripen repülőgép 2006-ban érkezett Magyarországra. A svédek után, akik a legnagyobb használói ennek a repülőgépnek, Magyarország, Csehország és Tajföld a nagy használója. Közép-Európában, mint már említettem, Csehország még, aki használja ezt a repülőgépet. Nagyon-nagyon fontos az, hogy akik ezt a repülőgépet használják, azok megosszák az információt egymás között. Ez arra jó, hogy fejlődjünk. Minden ország egy kicsivel másképpen használja a repülőgépet, viszont ez a gyakorlat lehetőséget ad arra, hogy megosszuk egymás között ezt az információt. Nagyon egyébként ez a repülő, alig hallom egyébként, amit mond nekem. Most beszélgessünk kicsit erről az együttműködésről, hogy miért fontos ez a kecskeméti laktanyának, illetve a magyar pilóták hogyan tudnak együttműködni a külföldiekkel. Ugye alapvetően a Gripen repülőgépre a képzés Svédországba történik, tehát ott már kapunk egy kis ízelítőt a svéd együttműködésbe. Egyébként a logisztikai támogatás is a repülőgépre Svédországból érkezik. Alapvetően a svédekkel az együttműködés mindennapos. A többi országokkal csak itt tudunk összejönni, amikor a Gripen használó országok gyakorlatát rendezzük meg. És én úgy gondolom, hogy mindenki megállja a helyét ebbe a Gripen használó országok gyakorlatába. Természetesen van olyan, amit ők másképp gondolnak és másképp adnak elő.
Természetesen nálunk is van, aki előrehaladó képzést folytat, és ő még nem igazából teljesen kiképzett pilóta. Annak is nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy más nemzetekkel együtt gyakorlatozzon. És hát természetesen a közös nyelv az mindig az angol, úgyhogy ne felejtsük el azt, hogy ezeket a taktikai dolgokat, ezeket angolul kell elmondanunk. Ugrik Csabának köszönöm szépen. A Lion Effort a kecskeméti laktanyán a héten október 4-ig tart, addig gyakorlatoznak együtt a pilóták. A helyi termékünnep idén is több fellépővel lepte meg a kecskemétieket. Tegnap az Ismerős Arcok együttes zenélt a fesztivál színpadán. A koncert előtt egy interjút is készítettünk velük, ahol egyebek mellett a 20. születésnapjuk megünnepléséről is beszélgettünk. A helyi termékünnep sok színes programmal és fellépővel kedveskedett a kecskemétieknek idén is. Sokak nagy örömére hétfőn az Ismerős Arcok lépett fel a színpadon. A koncert előtt sikerült elcsípnünk Nyerges Attila énekest, szövegírót. 20 éves lesz az a zenekar, és hát ha információim nem csalnak, akkor lesz itt bizony decemberben elindul egy turné sorozat. Na beszéljünk arról, hogy hogyan fogjátok ünnepelni ezt a 20 évet, és merre fogtok menni. Hát ugye kezdjük ezt a 20 évet, illetve hát még nem azt a 20 évet, hanem 19. év végét decemberben egy akusztikus koncertsorozattal. Ennek nagyjából 20 állomása van stílusosan, ami ugye átlóg január és februárba. Ezen kívül pedig készülünk jövőre egy kimondottan egy 20 éves évfordulós koncertre, majd a Barbanegra Trackben, egy nyitott helyen, vendégekkel, és a többi, valamint könyvvel, valamint akusztikus lemezzel, és minden egyébbel, amit még bele lehet passzírozni ebbe a jubileumi évbe. Hát most beszéltünk akkor a jövőről, de egy picit foglaljuk össze, hogy hát itt volt a nyár fesztivál hátán, hogy telt a nyaratok? Szokásosan, ha szabad ezt mondanom, rengeteg koncerttel, idén is nagyjából 130-140 koncertet sikerült összehoznunk, illetve még nincs vége ugye az évnek, de ennyi lesz a vége, hogyha mindegyik összejön, és ez hála jó Istennek, miután a televíziók, rádiók annyira nem kényeztetnek el minket, tulajdonképpen erre az egy lehetőségre szorítkozik a zenekar, élőben játszani mindenhol, ahová csak hívnak, úgyhogy ezt csináljuk évek óta. Az együttes nem most először járt Kecskeméten. Az Ismerős Arcok tagjai nagyon szeretik a várost, és mindig szívesen jönnek hozzánk. Azt tudom csak mondani, hogy Kecskeméten mindig is nagyon-nagyon szívesen jöttünk, vagy jöttem ezzel a zenekarral, és aztán tulajdonképpen azzal is, amivel annak idején zenélni kezdtem. Konkrét emlékeim vannak még a kamasz időkből, amikor elkezdtünk muzsikálni Kecskemétről, a pályaudvarról, a pályaudvar melletti füves területről, és nagyon nagy örömmel jöttem ide megint, hogy végre egy méltó rendezvény helyszínen játszott a zenekar. És végül egy üzenetet is küldött Nyerges Attila a kecskemétieknek. Nagyon remélem, hogy itt voltak, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és bízom benne, hogy nagyon jól érezték magukat. A közönség jól szórakozott, több százan töltötték meg a főteret, és énekeltek együtt az Ismerős Arcok tagjaival. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma a nyugdíjas magazinunkat, a Siestát láthatják. Kedves nézőink! Immár 10 éve Nemes László Norbert irányítja a Kodály Intézet munkáját. A nemzetközi hírű Kecskeméti Intézmény új igazgatójával 2008 őszén a KTV is készített riportot. A következő percekben előbb ezt a beszélgetést idézzük fel, majd egy friss, a napokban rögzített, az elmúlt évek munkáját összegző riportot láthatnak. Kérem, tartsanak velünk!
A kecskeméti gyökerekkel is rendelkező dr. Nemes László Norbertet a nyáron nevezték ki a Kodály Intézet új igazgatójává, aki az alapító igazgatótól, Erdei Pétertől vette át a stafétát több mint 30 év után. Dr. Nemes László Norbertet terveiről, elképzeléseiről kérdeztük. Először is nagyon megtisztelő érzés, örömteli érzés, ugyanakkor vegyes érzelmek kavarodnak ilyenkor az emberben, mert érzi a munkának a felelősségét, de ugyanakkor a kihívások azok erőt adnak az embernek, az ember bizonyos életszakaszában vágyik nagy kihívásokra, és talán az én helyzetem azáltal, hogy relatíve fiatal vagyok, úgy érzem, hogy tele vagyok energiákkal. Ez a kihívás, ez mindenféleképpen pozitív hatással van rám. Igen, az én életem különösen alakult abban a tekintetben, hogy fiatal pályakezdőként a Kodály Intézetben kezdtem tanítani. Akkor itt már itt dolgozó tanároktól én rengeteg mindent ellestem és eltanultam, beletanultam a szakmába. Majd rövidebb, hosszabb kitérőkkel ismét itt vagyok Kecskeméten, a Kodály Intézetben, és azt is mondanám, hogy hazajöttem, mert én 13 éves korom óta Kecskeméten élek. Az ön kinevezése, az tulajdonképpen miben fogja megváltoztatni a Kodály Intézetet, ha egyáltalán megváltoztatja, vagy az irányítását? Én azt hiszem, hogy alapvetően a Kodály Intézet történetének egy új szakasza kezdődött, azáltal, hogy 2005-ben a Kodály Intézet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemhez csatlakozott. Ez konkrétan, ennek a csatlakozásnak az előnye konkrétumokban is megragadható. Ennek következménye az, hogy 2007. szeptembere óta az intézetben egy egyetemi szintű, egyetemi diploma program működik. Ez a bizonyos MA program Kodály zenepedagógiából. Olyan külföldi hallgatók vesznek részt jelenleg ebben a programban, akik posztgraduális tanulmányaikat egy egyetemi szintű diploma megszerzésével próbálják elvégezni. Az előzményekben beszélgettünk arról, hogy Kanadában tanult. Nagyon sokat járt külföldön tanulni. Miben más a külföldi oktatási módszer mondjuk a miénktől, a hazaitól? Nagyon sok mindenben hasonlít, de valóban vannak különbségek. Én 20 évesen kerültem ki Észak-Amerikába, Kanadába, ott töltöttem majdnem 4 teljes évet, úgyhogy közben hazajártam. És ami engem akkor vonzott a 90-es évek elején, hogy valami teljesen más környezetben, új emberekkel körülvéve, új személyiségekkel körülvéve megismerjem önmagamat. Itt Magyarországon úgy éreztem mindig, hogy egy védő, óvó, gondoskodó burokban éltem, ami persze csodálatos, egy csodálatos családi háttér, kiváló tanárok keze alatt, irányítása alatt tanultam, de úgy igazi erőpróba az én tanulmányaim, illetve az első életem első 24 évében nem volt. Az, hogy én a 90-es évek elején, ismerve az itteni helyzetet, rászántam magam, hogy külföldre megyek, az igenis egy nagy kihívás volt. Elég jó angol tudással, de nem annyira jó, hogy az egyetemi évek, különösen az első hónapokban könnyedén vegyem az akadályokat. Nagyon sokat kellett dolgoznom és tanulnom. Egy olyan egyetemi légkörben, ahol közel 30 000 hallgató tanul, kiváló könyvtárak,
kiváló előadói együttesek, nagyszerű zenekar, nagyszerű kórusok működtek az egyetemen. Tehát ez egy nagyon inspiráló közeg volt. Egy olyan oktatási rendszerben, ahol az ember nagyon sok egyéni figyelmet kap. Talán ez az egyik nagy különbség, hogy az egyéni képességek felmérése és az egyéni képességek fejlesztése nagyon hangsúlyos szerepet kap a képzés második, illetve a harmadik, az úgynevezett doktori szintjén. Ez nagy előny. Aztán nagyon nagy előny a csodálatos könyvtár, ahol minden elérhető, ami számomra elérhetetlen volt hosszú évekig, az kéznyújtásnyira volt. Kották, kéziratok, többnyelvű nagy gyűjtemény. Ez nagyon inspiráló volt. És természetesen mindaz a másfajta közeg, ami az észak-amerikai mindennapokkal összefüggésben van. Én megtanultam, úgy érzem, nyitottnak lenni, elfogadni másokat, törődni másokkal, oda menni hozzájuk, segítséget nyújtani, illetve megpróbálni, talán azt is hozzátenni, hogy mosolyogva járni az utcán. Tíz évvel ezelőtt életem második nagy kihívásának jellemezte a Kodály Intézet vezetését. Visszatekintve, hogyan látja ezt a kihívást? Hát egy csodálatos 10 év van mögöttem. Éppen most kezdtem el a harmadik ciklusát a munkámnak. Harmadszorra választott meg a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem szenátusa a Kodály Intézet igazgatójának, és azt hiszem, hogy ez a döntés, ez annak tudható be, hogy sokan örömmel néztek mindarra a munkára, amit az elmúlt években végeztem, és úgy gondolom, hogy az egyetem vezetősége is megelégedéssel nyugtázta mindazt, ami történt az elmúlt egy évtizedben. Mi volt ez alatt az ön legnagyobb öröme? Természetesen, ahogy azt az akkori pályázatomban ígértem, igyekeztem szorosra húzni a szálat a Zeneakadémia és a Kodály Intézet között, hiszen már akkor is úgy láttam, hogy a Zeneakadémiához való tartozás az nagyon fontos számunkra szakmai tekintetben, tehát az egyetemi kurzusok működése az vonzó a hallgatóink számára, és örömmel mondhatom azt, hogy a master program mellé tudtunk állítani egy bachelor képzés, ez az egyetemi osztott bolognai képzés első ciklusa, ahol szintén vannak hallgatóink, úgyhogy immár 3 hallgatói csoportra oszthatjuk mindazokat, akik a Kodály Intézetben tanulnak. Legnagyobb létszámban továbbra is a diploma kurzusokon vannak, aztán őket követi a master szak, amely most már nem csak egy, hanem 2 éves master program, illetve a bachelor képzés. Ezek nagyon szépen harmonizálnak egymással, egyikből át lehet lépni a másikba. Nyilván a master szaknak vannak szigorú előfeltételei, de az oktatási paletta szélesedése, ez nagyon fontos. Megemlíteném azt, hogy nagyon sok új továbbképző programot indítottunk a magyar énekzenetanárok számára, amelynek a kiteljesedése ebben a tanévben várható. 4 nagy továbbképző kurzust hirdetünk, és a Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően mind a 4 kurzus ingyenesen elérhető a részvevő tanárok számára. Ez egy nagyon nagy elismerése mindannak a munkának, amit itt végzünk, és az a tény, hogy maximális létszámmal indulnak ezek a kurzusok, ez tényleg nagyon nagy öröm.
Rengeteg külföldi, új külföldi partnerintézményünk van. Ebben a tekintetben szintén az egyetemi létnek egy fontos aspektusa az Erasmus ösztöndíj lehetőségek megnyitása, és látjuk, tapasztaljuk, hogy olyan területek, olyan országokból érkeznek ide hallgatók, akik a korábbi évtizedekben nem jöttek ide nagy számban. Úgyhogy ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt 10 évben az intézet hallgatói létszáma megduplázódott. Messze 60 fölötti létszámmal működünk. Amikor én átvettem az intézetet, akkor 23 hallgató volt. Úgyhogy minden tekintetben megnövekedtünk, ki is nőttük a csodálatos kolostor épületet, és hát most ez az interjú is abban a nagyon szép, de számunkra egy ideiglenes helyszínen készül, ahova albérletbe költöztünk, és úgy gondolom, hogy minimum 2 évig biztosan itt leszünk, mielőtt visszaköltözhetünk majd a kolostor épületbe. 10 évvel ezelőtt avval fejezte be a riportot, hogy szeretne mosolygós arccal sétálni Kecskemét utcáin. Megvalósult ez? Megvalósult részben attól, hogy ez a város gyönyörű, és akárhányszor kilépek az utcára itt a főtér környezetében, vagy hogy besétálok a vasútállomásról a Kodály intézetbe, akkor az mindig örömmel tölt el. Ez egy gyönyörű város, egy jól élhető város. Nagyon szeretek itt lenni, nem napi szinten élek itt, de nagyon szeretek idejönni. És hát a másik, az nyilván a belsőmből fakadó mosoly, és a munka terhei, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez egy könnyű 10 év volt, nagyon sok tekintetben elfáradtam, de azt hiszem, hogy olyan eredményeket tudok magam mögött, ami erőt ad, ami optimizmussal tölt el, és várom azt, hogy mindebből még mit lehet kihozni. Kedves nézőink, a hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig, a híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Köszönöm, hogy velünk tartottak, jöjjenek holnap is, viszontlátásra!